Szeptember 30-a, hétfő, 8:30. És megérkeztek a felhők az Olympos fölé. Nem is látszik a csúcs innen. Teljesen felhővel van burkolva az egész hegy. Közvetlenül itt a tenger mellett van egy szép kis park is, ami kerítéssel körbe van véve, hogy az utcakutyák ne tudjanak bemenni. Labdajátékok nem megengedettek, rögtön egy tábla van itt. Lehet pihenni, tele van padokkal, és velünk szemben van a tengerpart. Pillanatra kivettem a kamerát a Tokiából. Jobban hallatszon a madárzaj, seregély csipogás. Egy teknőc is. Nem merem mindenki vinni, mert elütik az autók, vagy megtámadják a kutyák. Itt biztos talál elég érelmet, ha ilyen nagyra megnőtt itt. Velem szemben van a park, itt voltam az előbb. Could make bright our lives and all.
realize we need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. Tíz perc múlva egy óra, most elhagyom a kikötőt, visszamegyek a szállásra ebédelni. Aztán délután újra lejövök a tengerhez egy kicsit úszkálni. Ami az időjárást illeti, nem lehet okunk panaszra. Kedden, amikor jöttünk, az egy esős nap volt, és utána végig kristály tiszta napsütéses idő volt. Ugye ma van hétfő, 6 napon keresztül csodaszépen sütött a nap. Májusban többször is volt itt, ott egy kis eső, ez ahhoz képest csúcs szuper időjárás.
Most van délután 3:30, leértem a tengerre, jöhet a délutáni program, strandolás, fürdés. Nagyon klassz a víz.
október 1-e, 3:49 lesz 5 perc múlva. Lassan közeleg az idő, hogy felpakoljunk a buszra. Beérkezett a buszunk, 9-kor. A helyen most is ott lesz, ahol májusban volt hazafele, a hátsó ajtó előtt egyel. 9D. Na és most a kézitáskát azt magammal viszem, a többi az marad. Az indulás 4:30-kor lesz, a kafépot. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living.